Sziasztok, Borkölyök, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videó a nyári TBR lista lesz. A macska ül a bejárati ajtó előtt, és ki akar menni. Soha nem volt kint. Tehát, na mindegy. Azt tudja, milyen egy lépcső. Nem látott még lépcsőt. Tehát, a mai videóban azt fogjuk megnézni, mi az az 5 könyv, amit mindenképpen el szeretnék olvasni nyáron. Na most, a tavaszi TBR listámban említettem azt, hogy ugyebben ezeket a videókat, ezeket az évszakos TBR listákat csinálom már mióta van a csatornám, de hát a tavalyi év során elég így értéküket vesztették a csatornán, ugyanis nem nagyon olvasom el ezeket a könyveket, amiket kiválasztok itt. A tavalyi TBR listában nagyon kevés olyan könyv van, amit tényleg el is olvastam abban az évszakban, amit el akartam. Hát te meg vagy. Hát te meg hova mennél? Hova mennél, mikor vannak dolgai? Dolgod van. Láttunk egy galambot, és most befeszültünk. Uri, ő is csak egy élőlény. Van saját élete, van saját családja, van saját dolga. Tehát most, hogy megint tiszta macska szőr lettem, ott jártam, hogy nagyon kevés olyan könyvet olvastam el, amit ezekben a TBR listában kiválasztottam, és például nagyon keveset abban az évszakban, amikor ki voltak választva, úgyhogy nem igazán voltak nekem valók ezek a videók tavaly, illetve most ennek az évnek az elején. Úgyhogy tavasszal azt mondtam nektek, hogy át fogom értékelni azt, hogy nekem erre a videóra van-e szükségem mostanában, mert nem igazán látom értelmét, de ahogy megnéztem a tavaszt, az 5 könyvből 3-at egyébként olvastam, úgyhogy ez már egy egészen jó arány ahhoz képest, hogy mi volt mondjuk tavaly. Úgy döntöttem, hogy na, egy utolsó próba, nézzük meg, hogy most nyáron mennyire fogom ehhez a listához tartani magamat. Nézzünk 5 könyvet, amit nyáron el szeretnék olvasni. Az első könyv az nem más, mint Natalia Sherbától, az Órakulcs. Ezt a könyvet én Vinted-en szereztem be, nagyon olcsó még most tavasszal, azért, mert ahogy láttam BookTube-on is, Mojon is, mindenkinek nagyon tetszik ez a könyv, én pedig szeretem az ifjúsági fantasy-t, úgyhogy nekem valónak tűnik. A kötetben Vasilisát követhetjük, aki egy mindennapi lány egy egyszerű életben, viszont utána egy olyan világba kerül át, ahol mindenféle különleges lények vannak, tündérek, illetve óramágusok, és itt kell egy elég fontos esemény során részt vennie ebben az eseményben, ezt nagyon jól megfogalmaztam, ebben az idővarázslásban, idővarázslatban, és erről szól a történet. Ez egy sorozat első része, van már több is, ha jól tudom, legalább 4 vagy 5, és én szeretem az ilyen ifjúsági könyveket, úgyhogy mindenképpen el szeretném olvasni. Kicsit megkésve, de csatlakozni fogok az olvasóihoz. Meglátjuk, hogy nekem mennyire fog tetszeni, így hogy hatalmas hype van körülötte, de hát őt szeretném elolvasni nyáron mindenképpen. És már rajta is van egy macska szőr. Inkább felülök így, mert így kényelmesebb. Szóval a következő kötet az nem más, mint Blake Crouch-tól a Géncsapda. Ő itt szintén tavasszal került hozzám, és nekem Blake Crouch, ha már ismertek engem, tudhatjátok, hogy egyik kedvenc szerzőm, Ori, az csak egy galamb. Nem megyünk ki hozzá. Ori. Hát, nekem Blake Crouch az egyik kedvenc szerzőm, ezen kívül az összes magyarul megjelent könyvét olvastam, és az összes tetszett. Egy kivételével mindegyik megvan a polcomon, egyet a könyvtárból olvastam, de az összes könyv nagyon tetszik. Ő főleg olyan thriller könyveket ír, amiben nagy szerepe van a tudománynak vagy a történelemnek, és ebben a könyvben is így van ez. Itt egy olyan férfit követetünk, Logant, aki módosítva lett, és emiatt egy ilyen tökéletes emberszerűség lett belőle, sokkal kevesebb alvásra van szüksége, az agya fejlődött, az emlékezete, viszont az, mit akar ezzel kezdeni az emberiség, az nem a legjobb, és hát így, hogy csak ő ilyen különleges képességű egyenlőre, rajta áll vagy bukik, hogy ez az egész terv, ez végül fog-e sikerülni másoknak, vagy nem. Nagyon kíváncsiak rá, én imádom Blake Crouch könyveit, és ez sem tűnik túl hosszúnak, ilyen 350 oldal, és megint csak olyan szépen van szedve, szóval igazán könnyen lehet olvasni, akár csak az eddigi szinte összes könyvét, úgy, hogy kíváncsi leszek rá, szintén nyáron ezt nem olvasni. Aztán egy könyv, amit olyan 90%-ot tényleg is fogok olvasni nyáron, méghozzá augusztusban, ez nem más, mint Barát Katalintól, az Afázia. Ezt a könyvet is már évek óta terveztem beszerezni, hiszen már a megjelenése óta így kinéztem, hogy nekem az a könyv szerintem tetszene, és most végre meg is vettem. Ugye ő egy magyar szerzős, ilyen skifi történet, ami a jövőben játszódik. Itt már a föld teljesen lakhatatlanná vált, és mindenféle kolóniákban élnek az emberek az űrben, és itt van két fő hatalom, az egyiknek a neve a demokrácia, a másik pedig a hálóbirodalom, és köztük egy ilyen folyamatos viszály van. Itt követhetünk egy eddig teljesen semleges, ilyen igazából mesterséges bolygót, ahol viszont egy kis csapatnak fontos feladata lesz,
hogy egy ilyen értékes elekét megszerezzenek, egy ilyen mágikus elekét, ha jól tudom. Megnézzük, mágikus erejű mitikus tárgyat, igen. És hogy ezzel megállítsák azt, hogy háború törjön ki az ő bolygójukon, és hogy igazából elpusztuljon az ő fajuk. Azért mondom azt, hogy 90% ezt a könyvet el fogom olvasni, mert be van tervezve az, hogy közösen fogom olvasni egy másik BookTube-ra majd augusztusban, úgy, hogy valószínűleg el fogom olvasni, és a helyzet az, hogy én már nagyon várom, mert tényleg évek óta el szeretném már olvasni, és évek óta tervezem, és most már végre itt van nálam, májusban megvettem magamnak, úgyhogy már semmi nem állíthatja meg azt, hogy végre ezt a könyvet tényleg el is olvassam. Egy kicsit más műfaj, a következő könyv, amit beterveztem nyára, az XO-tól, az XOXO, ami egy ilyen romantikus K-pop tini történet. Itt a fő karakterünk Jenny, akinek minden vágya az, hogy ő csellista legyen, és ezt nagyon szigorúan veszi, csak erre koncentrál, és alig van magánélete, és ő megismerkedik egy nap egy ilyen rossz fiúval, aki szintén a zenéhez kötető, viszont mivel a fiú nagyon messze lakik, ezért csak egy estét töltenek el együtt, aztán pedig elválnak útjaik. Viszont ezután Jennynek Szóulba kell utaznia, és itt fog elkezdeni egy zeneakadémiára járni, és hát mit ad Isten, a fiú is ott van, ráadásul kiderül róla, hogy egy nagyon népszerű K-pop bandának a tagja, és egy ilyen idol vagy idol, nem tudom, hogy kell mondani. Erről szól a történet, én nem vagyok egy ilyen K-pop rajongó, mert nem vagyok benne annyira ebben a világban, viszont ez a történet nagyon érdekel, és egy ilyen kis cuki kis sztorit várok róla, amiben azért mégiscsak lesz jó sok információ magáról, Koreáról, és erről az egész K-pop világról. Látjuk, hogy milyen lesz, de eddig úgy láttam, hogy az emberek nagy része szereti, úgyhogy úgy állok hozzá, hogy biztos jó lesz, meglátjuk. Az utolsó könyv pedig egy fantasy ezen a listán, méghozzá egy Warcraft történet. Ugye én tavaly elkezdtem Warcraftot olvasni, és olvastam például a Koraszületését, meg az Arthas-t, de itt ez így meg is állt, mert a legtöbb Warcraft könyv az nekem e-könyv formában van meg, és nagyon nem szeretek e-könyveket olvasni, viszont van még itt nem egy trilógia, ami hát fizikális példában van meg, és ez nem más, mint az Ősök háborúja. És nem is értem, hogy eddig miért nem olvastam ezeket el. Eddigi Warcraft olvasmányom azok, hogy nagyjából tetszettek, és alapból érdekel ez a világ, viszont így megálltam, és valamiért nem olvastam többet, úgyhogy most ezzel akarom rávenni magamat, hogy olvassak több Warcraftot, és ezért szeretném elolvasni az Ősök háborúja trilógiának az első részét, a Végtelen forrást. Ő itt sok-sok-sok-sok évvel azelőtt játszódik, hogy a Horda születésének a cselekménye, vagy az Arthas cselekménye megtörtént volna, és itt követhetjük azt, ahogy három karakter megy vissza az időbe, ha jól tudom, az egyik olyan Crassus, aki egy sárkánymágus, ugye van Ronin, aki egy ember, illetve Broxigar, aki egy ork, és ők mennek vissza, hogy Sargeras-nak a tervét megállítsák, és igazából itt próbálják rávenni Cenáriust, igen, nem tudom, hogy ki mondja a nevét, bocsánat, illetve az éjjelfeket, hogy megértsék azt, hogy Azor a királynőt, őt befolyásolják, és hogy valószínűleg katasztrófa fog történni, és így próbálják megállítani Sargeras-nak ennek a világra a lépését. Nagyon érdekel ez a trilógia, az egyik olyan sorozat ebben a világban, amiről szinte csak jókat hallottam, úgyhogy kíváncsi vagyok rá. Ezeket szeretném elolvasni én a nyári hónapokban. Ha valamelyiket olvastatok már, írjátok le, hogy nektek hogy tetszettek, vagy írjátok le azt, hogy ti mit szeretnétek elolvasni nyáron, hát ha találok még magamnak ötleteket, és hát találkozunk a következő videóban. Sziasztok!